Istennek az igéjét hirdetem, Sámuel könyv első könyvéből, az első rész 11. verséből. Volt egy ember Ramátái Cófimból, Efraim hegyvidékéről, akinek Elkána volt a neve, Efrátai volt, Jeruhámnak a fia, aki Elihu fia, aki Tóhu fia, aki Cúf fia volt. Két felesége volt, az egyiknek Anna, a másiknak Peninná volt a neve. Peninának voltak gyermekei, de Annának nem volt gyermekei. Ez az ember évenként fölment városából Silóba, hogy imádkozzon, és áldozzon a seregek urának. Ott pedig Éli két fia, Hofni és Fineás voltak az úr papjai. Amikor eljött az a nap, amelyen Elkána áldozni szokott, egy-egy részt adott feleségének, Peninának, meg mindegyik fiának és lányának. Annának is csak egy részt adott, pedig Annát nagyon szerette, de az úr bezárta a méhét. Vetétársa is sokat bosszantotta őt, hogy felingerelje, mivel az úr bezárta a méhét. Így történt ez évről évre, valahányszor fölment az úrházába, ezzel bosszantotta őt. Ő meg csak sírt, és nem evett semmit. Akkor ezt mondta neki a férje Elkána: Anna, miért sírsz, és miért nem eszel? Miért vagy úgy elkeseredve? Nem érek én többet neked 10 fiúnál? Egyszer Anna fölkelt, miután ettek és ittak Silóban, Éli pap meg ott ült egy széken az úr templomának az ajtó félfájánál. Az asszony lelke mélyig elkeseredve könyörgött az úrhoz, és keservesen sírt. Azután ezt a fogadalmat tette: Seregek ura, ha részvétel tekintesz szolgáló lányod nyomorúságára, gondod lesz rám, és nem feledkezel meg szolgáló lányodról, hanem fiúgyermeket adsz szolgáló lányodnak, akkor egész életére az Úrnak adom, és nem éri borotva a fejét. És a 71. Zsoltárból olvasok még egy verset: Mert te vagy az én reménységem, ó Uram Istenem, én bizadalmam gyermekségemtől fogva. Rád támaszkodom születésem óta, anyámnak méhéből te hoztál ki engem. Rólad szól az én dicséretem szüntelen.